sokan asszisztálnak némán, oly sok disznósághoz. Pedig vannak, akik mégiscsak megtörik a csendet. Igaz, egyelőre olyan kevesen, hogy név szerint tartja számon őket az ország, ki hősként, ki árulóként. Vajon velük mi lesz? Hadházi Ákos Szekszárdi önkormányzati képviselőt és Horváth András volt adó ellenőrt köszöntöm a stúdióban, és természetesen hívtuk Angyal József ex-fideszes, ex-államtitkárt is, de ő nem kívánt rendelkezésünkre állni. Jó estét kívánok! Az önök ügye, két ügye nyilván teljesen más, hiszen más a Fideszből kiugranik azért, és más a NAV-ból, de azért mégiscsak vannak párhuzamok. Horváth úr, amikor ön fontolgatta a lépését, akkor Angyal József kiállása, Hadházi úr kiállása minta volt valamilyen szempontból, vagy tanulságokat levont az ő eseteiből? Mikor ők kiálltak, akkor mi már eldöntöttük, hogy nagyon komoly lépéseket fogunk tenni az ügybe, illetőleg már nagyon komoly lépéseket tettünk. Na haragudjon, amikor többes számban beszél, akkor ugye én meg egy a szervezésbe civil szervezet segített, ez a levegő munkacsoport volt, jelesül Lukács András, aki ennek a szervezetnek a vezetője, és én akkor mi már az Európai Bizottság felé is fordultunk, illetve az Európa Parlament illetékes szerveihez ezzel az üggyel. Természetesen nyilvánvaló, hogy valamilyen szinten, valamekkora lökést adott ennek a két embernek, nagybetűkkel embernek a cselekedete, mindkettőjüknek a dolgait figyelembe kísértem, a cikkeket, amik róluk szóltam, eltettem, illetőleg Angyal Józsefnek nyár végén voltam egy lakossági fórumán, direkt azért, hogy megtudjam, hogy mennyire rávágnak egybe a mi ügyeink az ő ügyeivel, és magamban folyamatosan húztam a figurákat, hogy igen, igen, ez is ugyanúgy működik, ez is ugyanúgy működik, ez is ugyanúgy működik. Mit gondoltam, mikor Horváth András kiállásáról értesült? Örül az ember, hogy ebben az országban lehet olyan dolgokról beszélni, amiről azt hittük, hogy korábban nem. Nekem, ami talán csalódás, az a csend, ami ezt a kiállást követi. Az önét vagy az övét? Az övét. Én szerintem az enyém sokkal hangosabb volt. Ami az érdekes, azt megérti az ember, hogy a kormány nem nagyon igyekszik erről beszélni. Számomra ami csalódás volt az, hogy ellenzéki pártok közül is csak egy az LMP volt, aki ezt most egyelőre fölkarolja. Lehet, hogy ennek megvan az oka, de egyelőre ezt nem értem. De ha a következményeknél tartunk, akkor az ön ügyének a következményeivel mennyire elégedett? Hiszen annak idején azt mondta, hogy azért is állt ki, hogy megmutassa, hogy kétharmaddal sem lehet mindent megcsinálni ebben az országban, de mintha végül azt sikerült volna bebizonyítani, hogy igen? Nagyon sokat gondolkodom nyilván ezen. Néhány embernek segítettem, 100-150 régi trafikos tovább viheti legalábbis ez év végéig a trafikját. Én sajnos összességében mégis azt hiszem, hogy rosszat tettem, és ha ezt lehet egy kis fejteni, mert szerintem ez egy nagyon lényeges kérdés. Azt mondta a miniszterelnök úr nem olyan régen, hogy a kommunistákkal le akar számolni. Kérdés, hogy van-e értelme akkor, hogyha nagyon sok mindent hasonlóan csinálunk, mint amit ők csinálnak. Én éltem a kommunizmusban, és azt gondolom, hogy nem az volt akkor a szörnyű, hogy Warburggal meg Trabantokkal le kellett járni, meg nem az volt a szörnyű, hogy ilyen békemeneteken kellett május 1-én részt venni, és hazug szónoklatokat kellett hallgatnunk, ugye a hanyatló nyugatról, meg a kizsákmányoló kapitalistákról, hanem amit nem értek, hogy hogyan lehetett elviselni szüleinknek épp lélekkel, épp ésszel azt, hogy nem azon múlott a személyes sorsuk, és nem azon múlott az előre menetelük, vagy a boldogulásuk, hogy mennyire szorgalmasak, mennyire sokat tanulnak, mennyire sokat dolgoznak, milyen okosak, hanem azon múlott, hogy egy tanácselnök, vagy egy pártitkár, vagy ma már ugye választókerületi elnök hogyan dönt, és én ezt bebizonyítottam. És talán az én kiállásom előtt, hogy sajnos mostanában ugye lehetett sejteni, és sokszor azt gondoltuk, hogy ez talán így megy, de én erre bizonyítékot hoztam, és nem tudom, hogy ezzel jót tettem el, hogy az embereknek azt bebizonyítottam, hogy itt bizony megint így állnak a dolgok. Persze lehet, hogy azzal, hogy tudunk ilyen dolgokról beszélni, amiket amúgy is sejtenek az emberek,
lehet, lehet, hogy másokban pedig jó érzeteket keltett. Ezzel azt akarja mondani, hogy talán kicsit már meg is bánta? Nem, ezt nem mondom. Szerintem ezt akkor meg kellett tenni, és ebben benne lett volna a... Én továbbra is azt mondom, hogy ha ezt jól kezeli ezt az ügyet, a Fidesz számára ez egy nagyon fontos és jó ügy lehetett volna. De sajnos, ahol most tart a dolog, itt úgy tűnik, hogy nem túl sok értelme volt, talán inkább negatív dolog jöhetett ebből ki. Horváth úr, az ön esetében ez a szembefordulás, ez mennyire politikai szembefordulás, hiszen azt már korábbi nyilatkozataiban említette, hogy a Fidesz prominenseit harcostársának tartotta. Mennyire voltak szorosak ezek a kötelékek ön és a Fidesz között? 89-ben kerültem én be a Fideszbe, valamelyik tüntetésen csapottam ehhez a párthoz. Két helyi szervezetben is nagyon komoly munkát fejtettem ki, az egyiknek én voltam a mentora, az egyik az a 16. kerületi szervezet volt, ahol Áder János is működött, és voltak olyan tüntetések, egyéb akciók, ahol Orbán Viktorral is együtt vettünk részt. Ő nem biztos, hogy már emlékszik rám, Áder János biztos nagyon jól, és én erre, akkor még ugye erre gondoltam, hogy itt harcostársak voltak, ugyanis akkor még azért pontosan olyan gondolatokkal jöttünk ki, mint mindannyian a Fideszbe, amitől most nagyon eltávolodott ez a szervezet. De az első kérdésére reagálva, én nem gondolom, hogy azzal kellene foglalkozni, hogy itt milyen politikai erő van mögöttünk. Én a sok helyen elmondtam, bár a kormánypárti részről megpróbálnak ebbe belekötni, de nem fognak tudni. Mögöttünk semmiféle politikai erő nem kárt, senki nem keresett meg bennünket, és mi sem kerestünk meg senkit. De ez megkereste korábban a Fidesz vezetőit, hiszen erről már beszélt, hogy először... Igen, de akkor még úgy kerestem meg, mint egy kormánytisztviselő. És a NAV-nak a felettese, az a Nemzetgazdasági Minisztérium, a közigazgatás feje pedig Orbán Viktor. Tehát én megpróbáltam azon a vonalon összeférhetetlen a köztisztviselőséggel, csak mivel az én szintemen, a NAV szintjén nem kapott orvoslást az a fellépés, amivel én változtatni akartam a fennálló állapotokon, ezért megpróbáltam a közigazgatás fejéig elmenni, hogy történjen valami változás a NAV-nál. És a Rogán Antalnak a fellépése, ugye őt kerestem meg először, én akármit mond, én ezt kifejezetten pozitívnak tartom, ugyanis az ő hatására indultak be változások a NAV-nál, olyan irányban legalábbis, hogy egy nagyon komoly vizsgálat kezdődött pont azoknál a cégeknél, akit én egy rövid írásomban, akikre egy rövid írásomban én felhívtam a figyelmet. Az más kérdés, hogy ez az egész ügy negatív fordulatot vett egy év után, és amikor újra próbálkoztam kormányzati szinten, és jeleztem ezt a problémát, akkor már nem segítettek, nem szóltak vissza, hát gyakorlatilag nem is álltak velem szóba. És ez nem okozott önnek olyan értelemben is csalódást, hogy úgy érezte, hogy a saját politikai közössége nem hallgatta meg, és nem segített? Hát ez a saját politikai közösségem, ez már nagyon régen volt, mert én 93-ban kiléptem a Fideszből, egyébként már akkor is egy ellenzéki frakciót alapítottam Kőbányán, ahol voltam. Sőt, már 89-ben is egy ellenzéki platformon voltam a Fideszben, úgy látszik, hogy én ilyen vagyok, és a NAV-ban is egy ilyen ellenzéki felállás voltam én szinte kezdettől fogva. Egy kicsit szokatlan szerepben, egy kicsit szabadabban foglalkozhattam a dolgokkal a napban, mint mások. Én nem, igazából nem adóellenőr voltam. Adóellenőrt, ha mondanak, jó, mert azt tudják az emberek, de ennél én sokkal több voltam adottam. Én mindig is nagyon komoly elemző értékelő munkát végeztem, nagyon komoly módszereket tettem a NAV asztalára, amiket nagyon sok kolléga használ. Úgyhogy az én ilyen típusú beállítódásom, ami nem csak a szokványos mederbe nézett ügyeket, hanem nagyobb kitekintésbe, ez vezetett oda, hogy ráláttam egész komoly adócsalóhálózatok működésére, és arra is, hogy a NAV szervezet erre hogy reagál, és milyen problémák vannak ebben a reakcióban. Mivel erre én nem kaptam, a problémákat jeleztem, viszont a problémákat nem orvosolták, ezért indult el az a folyamat, ami oda vezetett, hogy végül is kiléptem a nyilvánosság elé. De azt mondja Horváth úr, hogy ő mindig is különös szerepben volt. Hatházi úr most került egy különös szerepbe, legalábbis abban az értelemben is feltétlenül, hogy ma is ott ül ugyanabban a képviselőtestületben, de már nem a Fidesz tagjaként.
Ez mit jelent a mindennapokban? Hogy tud együtt dolgozni például a korábbi frakciótársaival? Én egy évig még biztos, hogy ott leszek, és igyekszem megfelelő érvekkel a helyi politikában részt venni. Van ott is sok dolog, ahol szerintem érvelni kell. Ami számomra nagy csalódás a jelenlegi politikai életben, helyben is, és az országos közéletben is, az az, hogy talán a domináns úgynevezett rendszerváltó pártok kezdenek az érvelésről leszokni, és az érvek helyett indulatokat próbálunk fölhozni, és indulatokkal próbálunk operálni, mert ez talán egyszerűbbnek tűnik. Próbálunk mumusokat fölállítani, Európai Uniót, meg tőkéseket, próbáljuk egymást mumusként beállítani, ugye maffia baloldal, maffia kormány. Ez nyilván könnyen megy, mert a 20. századra, ha visszanézünk, mindenkinek van sérelme, és könnyen lehet a jobb és baloldalról mindenképpen bűnöket is találni. Számomra egyébként, ami talán eddig egyik legmeglepőbb és csalódás volt, amikor a miniszterelnök úr október 23-án a politikai ellenfelének a nevével viccelt. Én utoljára ilyet az óvodában, amikor nekem azt mondták, hogy Mákosnak Kékház ugye rosszul esett. Nevekkel viccelünk már, és ezzel próbálunk, hogy a Tavares, meg Tavares ilyeneket mondunk, nevekkel viccelünk, és ez ugye nem azt jelenti, hogy miniszterelnök úr óvodás szinten lenne, hanem kezdjük elhinni azt, hogy a választóink óvodás szintűek. És ezt én mindenképpen szeretném helyben másot csinálni. Én azt gondolom, hogy az értelmiségnek, a magyar értelmiségnek a feladata az, hogy egy kis lázadással kikényszerítse a pártokból az érvelést. De ezeket a fokozott érzelmeket, amelyekről is beszél, mennyire tapasztalja meg a saját bőrén helyileg? Én ott nagyon sok mindenkivel jobban vagyok, és nekem nagyon jó most Szekszárdon lenni, és a volt frakciótársammal is többekkel tudunk beszélni. Én sok szempontból megértem azt, hogy nem álltak ki mellettem. Némileg csalódás volt, néhányuknál számítottam rá, hogy kiállnak, de meg tudom érteni, gyakorlatilag nagyon sok függőség van, és nem az én feladatom megítélni az ő életüket, azt mondja, az én döntéseket. Az emberek helyben olyanok is, akik egyébként itt jobban önnel értenek egyet? Én nem szeretem azt, hogy félni kell. Ezt nagyon sokat halljuk, és én azt gondolom, hogy egy ellenzékben, egy ellenzéki párt, vagy ellenzéki politikusok azt mondják, hogy félni kell ebben az országban, akkor nagyon nagy öngólokat rúgnak. Nincs diktatúra ebben az országban. Vannak diktatórikus helyszínek. A Fidesz szerintem egy diktatórikus párt, ahol 99,9%-dal nyílt szavazással szavazunk meg embereket, az nem szabadság, de az országban lesznek választások, és az országban be lehet menni a fülkébe, a szavazófülkébe, és nem fogja látni. Hiába sokszor próbálják az emberek elhitetni, hogy én hallottam nagyon komoly emberektől, hogy majd a Fidesz ellenőrzi, hogy ki kire szavaz. Be kell menni a szavazófülkébe, mert fel kell nézni, hogyha nincs fenn kamera, akkor lehet szavazni, ha van kamera, le kell takarni, de zárt szavazások lesznek. Az az ország, ahol zárt szavazások vannak, az nem egy diktatúra. De persze nem az emberek nem feltétlenül a szavazófülkében félnek, hanem általában félnek. Tehát például önnel kapcsolatban biztos nagyon sokan azt kérdezik, hogy érték-e bármilyen retorzió? Nem, önt vagy a családja? Nem értek retorziók. Édesapám ma nem jelent meg egy cikk a helyi hírmondóban. Ez sajnos egy csúnya dolog volt, és emiatt mondtam, hogy vannak diktatórikus helyszínek. A szekszárdi polgármesteri iroda az egy diktatórikus helyszín, hiszen akkor, amikor megjelent egy beharangozó a helyi lapban arról, hogy jövő héten édesapámmal egy cikk lesz, és utána a főszerkesztőt lemondatta a polgármesterről, ez nem szép dolog. De én ezt akkor elmondom, és amikor elmondtam, akkor is hozzáteszem, hogy ennek ellen nem kell félni az országban. Tehát itt szabad választások lesznek, és azt gondolom, hogy mindenki, aki már ellenzékben van, én is ugye ellenzékben vagyok, azt fontos elmondani, hogy nem kell félni ebben az országban. És hát Hatházi úrnak talán abból a szempontból könnyebb volt, mint sokaknak, ezzel nem akarom egyáltalán becsülni a bátorságát, csak hogy van egy jól menő állatorvosi praxis, amiből tudja, hogy mindig meg fog élni.
horvát úr az egzisztenciális dimenzióját végig gondolta a saját helyzetének, amikor kiállt a nyilvánosság előtt, és nem csak a NAV-ra meg a politikára, hanem a magyar nagyvállalatokra is újat mutatott, és azt mondta, hogy itt ők sok adót csalnak, és e fölött szemet hunynak a hivatalban. Igen, ez így volt. Én előre nem mértem föl azt, hogy mi lett a következménye, azt fölmértem, azt viszont, hogy egzisztenciálisan ebből az egészből hogy fogok élni, azt nem. Azt tudtam, hogy én kiállok a nyilvánosságra, az összeférhetetlen a kormánytisztviselőséggel, és nekem ki kell lépnem az adóhivataltól, de egyszerűen az erkölcsi érzékem nem engedte, hogy ez az egész tovább folyjon. Gyakorlatilag elég volt ebből az egészből. Már korábban mondtam, hogy ez egy hosszú szervezési folyamat eredménye volt, mert nem láttam, hogy másképp változást lehet elérni, mint azzal, hogy belülről valaki kiáll és elmondja azt, ami miatt kívülről nagyon sokan kopogtattak a kormánynál, viszont nem történt semmi. De Hatházi úr esetében nem azt mutatja, hogy ő kiállt, elmondta, sőt bizonyítékot is szolgáltatott, és mint ahogy ő is utalt rá az előbb, végül maga is meglepődött, hogy ezért valójában nem változott semmi. Ezt ön nem tartotta riasztó példának? Én úgy gondolom, hogy amit ezután léptünk, amit legfrissebben léptünk, esetleg elindított változást, és mi még csak nagyon az út elején vagyunk. Tehát Hatházi úr ugye már túl van ezen az egészen, és itt van egy nagyon friss dolog, hogy akkor lehetne ezt az egészet felszámolni, ezeket a riasztó állapotokat, amikről beszéltem. Egyrészt az ügyészség megkezdi a vizsgálatot, és nem húzza tovább az időt, másrészt viszont, ha megalakul a parlamenti bizottság, én tudom, hogy ennek vannak olyan vonatkozásai, amely miatt indokolt lenne a parlamenti bizottság megalapítása, és nem értem nyilvánvaló, hogy Schifferék nem szimpatizálnak a Jobbikkal, ahogy Bajnaiék sem, mégis alá tudták írni a parlamenti vizsgálóbizottság kezdeményezését szolgáló íveket. Az MSZP ezt még nem tette meg, a Fidesz ezt még nem tette meg, tehát én nagyon erősen fogalmaztam a sajtótájékoztatom, most csak annyit mondok, hogy aki nem teszi meg, aki nem írja alá, nem ért egyet azzal, hogy kerüljenek kivizsgálásra, hivatali visszaélések, ez nagyon fontos lenne pedig. Azt is mondta, hogy ha az ügyészség nem ér el eredményt, a vizsgálóbizottság nem ér el eredményt, akkor majd ön fog kiállni a nyilvánosság elé, nem csak így általánosságban, mint most tette, hanem konkrét anyagokkal, adatokkal, információkkal, hát azért... olyanokkal, amiről ha én jól tudom, akkor egyébként ön büntetőjogilag is felelősségre vonható lenne, hogyha kiteregeti. Hát igen, úgyhogy ezt nekem nagyon meg kell gondolnom, nyilvánvaló, hogy azért nagyon fontos lenne, hogy olyan mederbe folyik ez az egész, olyan vizsgálóbizottság, illetve az ügyészség foglalkozzon vele, amelyikek megfelelő jogi keretek között hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz. Na de ha nem történik meg, akkor ön vállalja a kár börtönbüntetést? Hát azért arra figyelek, hogy ne. Tehát azért ezen nekem nagyon el kell gondolkodni nyilvánvalóan, úgy, tehát akkor kerül igazából veszélybe az ember, hogyha olyat nyilvánosan fölvállal, ami miatt tényleg el is vihetik akár. Azért lenne szükség ezeknek a fórumoknak a létrejöttére. Hogyan tovább? Hatházi úrön mit tervez? Korábban például hangot adott szimpátiájának Schiffer András és Ángyál József irányába. Ez a szimpátia fennáll, akár politikai értelemben is együttműködhet velük a jövőben? Igen, nehéz döntések ezek, én nem nagyon akartam, csak amikor láttuk, hogy mi lett ebből a dolgok, és az elején mondtam, hogy egyelőre ez a dolog nincs, én szerintem se befejezve, lehetséges, hogy kéne ezen dolgozni. Nagyon szimpatikus az a párt, amelyiknek ez a neve, hogy lehet-e más a politika, egyelőre kérdőjel, de nem azért, mert más, mert nem úgy, nem máshogy csinálják, szimpatikus dolog ez, hanem ugye egyelőre kevés a úgy tűnik a támogatottság. De hiszek abban, hogy van igény egy olyan pártra, amelyik nem az egyéni érdekeket nézi, és van igény olyan pártra, amelyik érvel indulatok helyett. Nekem nagyon szimpatikus volt, a LNP nem szavazta meg a rezsicsökkentést, és ez egy szerintem majdnem ugyanolyan bátor dolog, hiszen erről nagyon sokat azonnal rá lehetne ugrani, hogy ők népnyúzók és a nép ellen vannak, de ugyanakkor számomra nagyon sok érv a rezsicsökkentés ellen
van, és egy nagyon imponáló dolog volt, de nagyon imponáló dolog volt, amikor a bajnai félreölelésnek is nemet tudtak mondani, tehát imponálnak. Elképzelhető, hogy a helyi politikából az országos politikára nyergeljenek? Ezt nagyon, nagyon meg kéne gondolni. Nekem van egy családom, akiknél most éppen mesélni kéne otthon, lehet ködben majd valamikor 11 órakor haza fogok menni. Ezt nagyon meg kell gondolni. Akkor van ennek értelme, ha úgy látszik, hogy van tényleg az országban egy olyan igény, egy olyan értelmiségi lázadás, amelyik az érvelő politikát helyezi előtte. Tehát, ha jól érzékelem, akkor gondolkodik rajta. Van még egy éve körülbelül, hogy eldől Csáldi mindenképpen Szekszárdi önkormányzati képviselő. Az biztos, hogy egy évig egy Szekszárdi önkormányzati. Horváth úr, hogy áll a politikával? Ezek szerint nagyon távol, soha nem állt öntől. Nem távol tőlem, mindig is érdeklődtem iránta. Én ennyire előre még nem gondolkodtam. Az biztos, hogy mi megtettük az első lépést, mi hárman, várjuk, hogy csatlakozzanak hozzánk bármilyen formában, bármilyen támogatással emberek, akiknek ugyanilyen az értékítélete és a gondolkodása. Egy kicsit visszatérve az elejére, én igenis látom, hogy volt értelme már a kiállásnak, hogy egy hihetetlen mozgás van a háttérben. Óriási támogatást érzek magam mögött mindannapon belül a kollégák, akik ott maradtak, és ugyanazokat tapasztalják, amiket és én leírtam, és azok vonatkozásában, akik kívülről mindenféle fórumon a támogatásukat fejezik ki az ügy iránt. És azt szeretném még mondani, hogy lehet itt csodálatos makroadatokat kihozni folyamatosan. Ha nem teszünk valamit a korrupció visszaszorításért, jelentős visszaszorításért, meg azokért az oligarchikus állam működésért, ami most tapasztalható, akkor ez az ország el van veszve, ennek az országnak nincs jövője. És szerintem mi hárman példát mutattuk arra vonatkozóan, hogy igenis érdemes kiállni, igenis érdemes követni minket, mert ebből még lehet valami, és ezt a támogatást érzem én a hátam mögött most. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a tökéletes végszót, az időnk tényleg lejárt, és köszönöm a csodálatos makroadatokra való utalást, és egyébként ezzel fogjuk mindjárt folytatni Pestik Mária Zitáról és Felcsütik Péterrel, maradjanak velünk. Becsületes adófizető állampolgártól 100 ezer forintot húznak ki a zsebéből. 1000 milliárd forint azt jelenti, hogy ha nem engedték volna önök vagy az önök elődei, hogy ezt a pénzmennyiséget kipumpálják a nemzetgazdaságból, nem lett volna szükség a Gyurcsány, Bajnai és Orbán csomagokra. Ez azt jelenti, hogy azok a megszorító csomagok, amiket az ország nyakába, a kisemberek nyakába zúdítottak, ezeket jó részt azok a nagy hálózatok tették indokoltá, akik kiszivattyúzzák a jövedelmeket. Arról van szó, hogy nem vizsgálták meg az elmúlt években, és nyilvánvaló, hogy egy hétvége nem volt elég arra, hogy megvizsgálják, hogy azok a nagy cégek, akikre utal a Horváth jelentés, milyen láncolatokban vesznek részt, milyen fantom cégekkel, milyen offshore cégekkel vannak kapcsolatban. Azt kéne megvizsgálni, hogy adott esetben, amikor a hiányzó kereskedő a belföldi áfafizetési kötelezettségét elkerülve jóval a beszerzési ár alatt határozza meg az áru ellenértékét, erre számol egy virtuális áfát, amit aztán egy-két adócsaló cég közbejuttatása után a multi nagykereskedő vagy kiskereskedelmi lánc jogszerűtlenül levonásba helyez. A határon túli raktárakból indított kamionok sokszor a multi lánc telephelyén állnak meg közvetlenül. Azt kéne megvizsgálni, amit a 21 gabonakereskedő cégnek az áfa visszaigényléséről ez a jelentés mond 2010-2012 között. Azt kéne megvizsgálni, hogy miért maradtak Magyarországon ellenőrizetlenül a kiemelt adózók. Azt kéne megvizsgálni, hogy akkor, amikor önök paktálnak különböző multicégekkel a stratégiai partnerségi megállapodásoknál, megvizsgálják-e azt, hogy ezek a cégek milyen fantom cégekkel, milyen offshore cégekkel szerveződnek hálózatba, teljesítik-e adófizetési kötelezettségüket. Arról van szó, hogy ez a jelentés elég világosan fogalmaz,
Kétséget kizáró módon kijelenthető, hogy mennyire hamis alapokon nyugszik a magyar kormányzat úton útfélre hangoztatott tézise, miszerint ők a multinacionális érdekkörök, illetve piaci szereplők ellen folytatnak szabadságharcot a magyar polgárokat kizsigerő extra profitjuk miatt. Ehhez képest ennek homlokeljárást az ellenkezője igaz. Az egyszerű adózókkal ebben az országban úgy bánnak, hogy teljesen szabályos áfa visszaigényléseket is csak hetek, hónapok után teljesítenek. A kiemelt nagyhalakhoz előbb utalnak, utána esetleg kérdeznek, vizsgálnak, de alapvetően őket nem piszkálják. Azt látjuk, hogy az elpusolásban érdekelt politikai elit áll szemben az egyszerű adózókkal, az egyszerű kis- és középvállalkozókkal. Azt látjuk, hogy a bukott korábbi kormányoldal és a Fidesz-KDNP között a verseny tárgya pusztán annyi, hogy kiszolgálja ki a maffia hálózatokat, ki fogja kiszolgálni 2014-től az oligarchákat. Köszönöm szépen! Válaszadásra Cséfalvai Zoltán államtitkár úrnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Abban talán mindketten egyet érthetünk, hogy Magyarországon mindenki, aki gazdasági tevékenységet folytat, mindenki, aki jövedelemszerző tevékenységet folytat, annak adóznia kell. Legyen nagyvállalat, legyen kisvállalat, legyen tehetős, vagy kevésbé tehetős. Én úgy gondolom, hogy ez a közös álláspont, amiről kiindulhatunk. Kiindulhatunk abból is, hogy olyan rendszert kell felépíteni, olyan szabályozást, ahol a szabályok betartása egyszerű. Ahol a keményebb munka kifizetődő, ahol a tisztességes hamarabb jut előre, mint a tisztességtelen. Talán ezekből az alapelvekből kiindulhatunk, és éppen ezért mihet nyilvánosságra kerül, azon nyomban a nemzetgazdasági miniszter vizsgálatot rendelt el a NAV-nál, ön is említette ezt a vizsgálatot. Most a vizsgálatnak az eredményét úgy gondolom ön is ismeri, nem találtak olyan esetet, amelyik visszaérésre utalt volna. De hadd tegyem hozzá, hogy a probléma azért jóval tágabb annál, mint amit ön említett. Ez nem magyar sajátosság, ez sajnos Európai Uniós probléma. Maga az a probléma, hogy az adófizetők az áfa levonást azt uniós szintű alapjogként kezelik, és ez így helyes. Ez azonban visszaérésekre ad lehetőséget. Az uniós adatok alapján, és ez egy becslés, az Europol becslése, 100 milliárd eurós az a veszteség, ami így éri egyébként Európa szerte az adóhivatalokat. Tehát ez nem újdonság ebben a tekintetben, nem valami sajátosan magyar jelenség. A dolog pedig abból adódik, ön is említette már itt a láncokat, nyilvánvaló, hogy valaki, amikor valamilyen terméket elad, a különböző alkatrészek, nyersanyagok áfáját, azt levonhatja, és itt ugye országon belül, vagy a határokon átszelő vállalkozásoknál itt lehetséges bizonyos kiskapu, amivel visszaélnek vállalkozások, ha tegyem hozzá, Európa szerte visszaélnek, amióta létezik az egységes belső piac, azóta visszaélnek vele. Most, ami a NAV-ot illeti, ha tegyem hozzá, hogy csak idén és csak eddig 180 ezer vizsgálatot végzett. A kiemelt adózók, azok külön népszigorú és erőteljesebb vizsgálat alá vetődnek. Gyakorlatilag minden egyes kiemelt adózót több mint két esetben vizsgál a Nemzeti Adóhivatal, és az így befolyt egyébként adó különbözett befizetéseknek az értéke eddig, tehát a harmadik negyed évig számítva, 83 milliárd forint. Én úgy gondolom, ez önmagában jelzi azt is, hogy a NAV igyekszik mindezeket felderíteni. Hadd tegyem hozzá, hogy van egy alapvető probléma, ami megnehezíti mindezeknek a kivizsgálását, nevezetesen a levonási jogot, tehát az áfa levonási jogot a beérkező alkatrészeknél, nyersanyagoknál csak akkor vitathatja a tagállam adóhatósága, ha az adózó adó csalásáról tud, vagy tudhatott volna. Na most ez jogilag egy elég nehéz kategória. Én úgy gondolom, hogy a NAV eszközeivel megpróbál ennek végére járni. Nyilvánvalóan még szorosabb, még nagyobb ellenőrzésre is szükség van. De úgy gondolom, hogy ezt az esetet nem arra kellene felhasználni, amire tisztelt képviselő próbálja, hogy egymással szemben megint kijátszani kicsi és nagy vállalatokat. Én úgy gondolom, hogy a
napnak további erőfeszítéseket kell folytatni azért, hogy mindezeknek a végre járjon. Köszönöm a figyelmet. Szintén napi rendelőtti felszólalásra jelentkezett Hölcsik Rihárd képviselő úr, a Fidesz tagja. Sárga lap a brüsszeli bizottságnak címmel. Képviselő úr, a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár asszony. Az országgyűlés pontosan egy hónappal ezelőtt az általam vezetett bizottság előterjesztése alapján határozatban állapította meg a szubszidiaritás elvének a megsértését az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló rendelettervezet vonatkozásában. Ezzel a határozatunkkal több más uniós parlamenttel együtt talán meg tudjuk gátolni azt, hogy az Európai Bizottság szükségtelenül túllépje a hatáskörét a nemzeti szuverenitás kárára. Az Európai Bizottság rendelettervezete által ugyanis az Európai Unió, különösen a bel- és igazságügyi együttműködés egyik fordulópontját hozhatja, amely egyaránt érinti a nemzeti szuverenitást, a tagállami ügyészséget és az uniós intézményeknek a fejlődését. Tehát ezért volt számunkra fontos ez a tervezet, hogy mi lesz ennek a sorsa. Tisztelt képviselőtársaim! Úgy hiszem, hogy rendkívüli és emlékezetes esemény alkotói lehettünk egy hónappal ezelőtt itt az országgyűlésben, mert az uniós tagságunk történetében első alkalommal folytattuk le az úgynevezett szubszidiaritás vizsgálatot egy uniós jogszabálytervezetről. Egyebek között azt vizsgáltuk, hogy az uniós jogalkotó, tehát a bizottság a szerződések által ráruházott hatáskörében vajon megfelelően jár el, vagy sem. Nos, az Európai Ügyek Bizottságának a vizsgálata végül is arra a konklúzióra jutott, hogy a javasolt megoldás nem felel meg a szubszidiaritás elvének, és ezt a tisztelt ház megerősítette határozatával. Tisztelt képviselőtársaim! Örömmel számolhatok be a tisztelt háznak, hogy az Európai Ügyek Bizottsága előkészítő munkája, a képviselők aktív hozzáállása és az országgyűlés megalapozott döntése végül is meghozta az eredményét. Az előírt határidőn belül 14 parlamenti kamara küldött indokolt véleményt az Európai Bizottságnak, amely így tehát rákényszerül az álláspontjának a megváltoztatására. Az Európai Bizottság a múlt héten arról értesített bennünket, hogy a fenti rendelettervezet esetében a nemzeti parlamentektől beérkezett úgynevezett indokolt vélemények 18 szavazatot jelentenek. Ez alapján elindult a kettes számú jegyzőkönyvben leírt úgynevezett sárgalapos eljárás a bizottság ellen. A lisszaboni szerződés 4 évvel ezelőtt történt hatályba lépése óta, egyébként ez a második alkalom az unió történetében, hogy ilyen sárgalapos eljárás elindul. Mit is jelent, tisztelt képviselőtársaim, ez a gyakorlatban? Nos, az eljárásnak igenis van jogi következménye, hogy az Európai Bizottság kettes számú jegyzőkönyve alapján elvégzi az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló tervezet felülvizsgálását. Az, hogy netán fenntartsa, vagy akár módosítja, vagy éppen visszavonja ezt a javaslatot. Tisztelt képviselőtársaim! Úgy vélem, hogy a Barroso vezette Európai Bizottság utolsó évének talán legjelentősebb tervezete elbukott az első megmérettetésen, és nagy bizonyossággal kijelenthetem, hogy az Európai Ügyészség a javasolt formában nem fog létrejönni. A tagállamok parlament indokolt véleményei gyakorlatilag ízekre szedték ezt a bizottsági javaslatot, kifogásolva többek között az uniós szintű fellépés megalapozottságát, a hozzáadott értékének a hiányát, a túlterjeszkedést, a jogalap nyújtott a felhatalmazáson. Itthon a bizottsági vitákban az az álláspont került előtérbe, hogy a rendelettervezet célját jobban szolgálná az európai bűnügyi jogsegély, illetve az együttműködés meglévő eszközeinek az erősítése. Tehát azt kell használnunk, amit a lisszaboni szerződés számunkra előír. Tisztelt képviselőtársaim! Akárhogy is alakul a sorsa a tervezett Európai Ügyészségnek, úgy gondolom, hogy egy rendkívül fontos tapasztalattal lettünk gazdagabbak. Nevezetesen úgy vélem, hogy az országgyűlésnek ezentúl érdemes időt és energiát szánni a kiemelkedő fontos uniós tervezeteknek a vizsgálatára,
mert lám a befektetett munka meghozza a gyümölcsét. Úgy vélem, hogy a nemzeti parlamentek együttes fellépése megerősítette álláspontomat abban is, hogy a szubszidiaritás vizsgálat egy olyan különleges eszköz, amelyek kiemelkedően fontos ügyekben érdemes alkalmazni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, történelmet írtunk, aminek megvan az eredménye. Köszönöm szépen!